Minden év október 4-e az Állatok Világnapja. Ezen alkalomból a Sátoraljaújhelyi Hétszínvilág óvoda napraforgó csoportja elhatározta, hogy állateledet gyűjt a Macsebremény Állatvédő Egyesület számára. Az Egyesület 2017 óta létezik és bajba jutott állatokon segít. Foglalkoznak többek között mentéssel és támogatnak élelmiszerrel szegény, alacsony jövedelmű családoknál élő állatokat is. Sárospatakon ivartalanítási akciókat is szerveznek a túlszaporodás megelőzése érdekében a környék állatai részére. Hirdetésekkel is foglalkozunk, nagyon-nagyon sok bajba jutott állatot segítettünk már gazdához, különböző szervezetekhez. Mivel egyesület vagyunk, nem alapítvány, így nem rendelkezünk állattartó úgymond helyjel, hogy fixen tudjunk állatokat tartani, így mindig úgy oldjuk meg, hogy önkéntesek segítségével, bár jobb lenne több önkéntes, mert most már nagyon-nagyon lecsökkentünk, és sajnos szükségük van az állatoknak arra, hogy valahol lábadozzanak, esetleg ivartalanítás után, vagy egy-egy elütött állat még gazdához jut. Az ovisok és a szülők is lelkesen segítkeztek a gyűjtésben, melyből hagyományt szeretnének teremteni az óvodában. Október 4-e, hogy az Állatok Világnapja, és mi a Hétszínvirág óvoda a napraforgó csoportos gyermekeivel együtt arra gondoltunk, hogy ebből az alkalomból, hogy mit tudnánk tenni mi az állatokért. Persze elmegyünk múzeumba ilyenkor, csinálunk olyan programokat, de mégis valami olyat gondolkodtunk, amivel egy kicsit jótékonykodhattunk volna, és azt találtuk ki a gyerekekkel, hogy gyűjtést rendeznénk állatmenhelynek. Mindenki kivette a részét belőle nagyon lelkesen, szeretném is megköszönni minden szülőnek és minden gyereknek a lelkes gyűjtést. Most az éven ez csoportszinten jött létre, de jövőre szeretnénk óvodai szintre kiterjeszteni, tehát a következő tanévben, októberben a Hétszínvirág óvoda minden egyes gyermeke gyűjtést fog rendezni az állatmenhely javára. A csoport és az egész óvoda tervezi már a következő segítségnyújtási lehetőségeket, hisz az ilyen programokkal az óvónők szerint a kisgyermekekbe is beleívódik a segíteni akarás, és természetes lesz nekik a későbbiekben is, hogy segíteni akarjanak embertársaiknak is. Nagyon szépen köszönjük! Mi is nagyon szépen köszönjük!